A Komáromi Város Marketing Kft. Nevében köszöntöm Komárom oldalának nézőit. Ma Vajda Bencével, a belváros önkormányzati képviselőjével beszélgetünk itt a belvárosban. Milyen beruházások, fejlesztések valósultak meg 2020-ban? Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a kedves komáromiakat és a nézőket. Tehát 2020-ban ugye alapvetően az évünket sajnos a koronavírus járvány határozta meg, de ettől függetlenül mi azon az állásponton voltunk, hogy amit a lehetőségünkhez mérten meg tudunk tenni, apróbb lépéseket, azokat tegyük meg. Így ennek az egyik ilyen állomása volt, hogy most már láthatják a komáromiak, hogy a belvárosban is, és Komárom szerte is a buszmegállók megújultak. Mindegyik buszmegálló kiserélésre került, így a belvárosban is mindegyik fedett buszmegálló lett. Azért ez egy nagyon nagy előrelépés, mert eddig sok buszmegálló sajnos nem rendelkezett tetővel, fedével, így télvíz idején azért ez egy... Hát egy nehézség volt, mondjuk ki, úgyhogy ez most így talán megoldódott, és bízom benne, hogy a tavaszi-nyári időszakban, ahogy ezt korábban már testületi ülésen is beszéltük képviselőtársakkal és polgármester úrral, hogy egy ilyen zöld busz megálló koncepcióját remélem és bízok benne, hogy ki tudunk alakítani, hiszen ez nem csak látványban, hanem a környezetvédelem és a klímastratégiához is azt hiszem, hogy egy plusz adalék tudna lenni. Aztán az elmúlt pár hónapban, pontosabban novemberben ugye a Spár, a régi helyéről a Kis Spár, innen a körforgalomból átköltözött az Ázsia kincse helyére, ahol egy nagyobb eladótérben, egy nagyobb széles választékkal várja a kedves komáromiakat. Erről egy számos visszajelzést kaptam, hogy nagyon örülnek a komáromiak ennek a fajta bővülésnek a Spár részéről. És hát azért szerintem az egyik ugyanennyire fontos része volt ennek a beruházásnak, hogy új parkolókat tudtunk kialakítani a Spár mögötti részen, úgy, hogy ezek zöld intenzív felülettel alakították ki a kivitelezők. Tehát az azt jelenti, hogy a zöld felületnek a környezetvédelmi érték az nem csökken, és hát egy gyönyörű szép megújult környezetben tudja fogadni a belvárosiakat az áruház. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez is egy olyan... apróbbnak mondható, de egy nagyon fontos beruházás volt. És akkor, ahogy így lassan elérünk ide a körforgalomnál, a Dunáruháznál, itt felvezetésként, mielőtt a képi anyagban a kedves komáromiak és nézők látni fogják, ugye itt a magántulajdonos, helyi vállalkozó üzemeltetés tulajdonolja a Dunáruházat, és a tavalyi évben több alkalommal is találkoztam és beszéltem velük, hiszen én jó magam is, amíg sajnos a koronavírus járvány ezt hát nem húzta keresztbe, én is ide jártam a Duna Sportcentrumba, a konditerembe, és akkor így találkoztam a tulajdonosokkal, és tudtam meg, hogy energetikai korszerűsítést fognak végrehajtani a Dunáruházon, amelynek során meg fog újulni a homlokzat is, és akkor kérdezték és kérték a segítségünket, hogy ugyanez egy magánberuházás, és ezt ezúton is köszönjük szépen nekik, hogy ilyen csodálatos, gyönyörű, megújult dizájnnal és formával megújították Komárom belvárosának egyik központi épületét. De hogy kérték a segítséget, hogy gondolkozunk közösen, hogy ha már új homlokzat fog kialakításra kerülni, már mint itt ez alatt a szigetelést és a színezést értem, akkor gondolkozzunk esetleg valami közös megoldásban, és hát nagyon örültem neki, hogy összetudtam kapcsolni a feleket a főépítész úrral, Siklósi József főépítész úrral, aki végső soron megálmodta azt a koncepciót és azt a látványvilágot, amit itt a Dunáruháznak az oldalán most már egy ideje a komáromiak láthatnak. Én azt gondolom, hogy egyébként ez abszolút unikális megoldás. Mitől különleges? Mi a különlegesség? Hát én azt gondolom, hogy attól különleges, hogy ahogy a formaelemeken láthatjuk, Komáromnak a meghatározó, emblematikus épületei szerepelnek forma és látványvilágban a Dunáruház homlokzati oldalán, és hát ebből ugye az egyik központi helyen az új Dunahidunk, a Monostori híd áll. Ez egy külön szépsége szerintem ennek a homlokzati festésnek. Úgyhogy ez nem csak a komáromiaknak lehet szerintem szívmelengető, hogy láthatják nap mint nap a meghatározó épületeket, hanem azt gondolom, hogy akik átutazóban vannak Komáromban,
vagy csak látogatóba jöttek. Ugye a körforgalom azért ez egy olyan meghatározó pont, hogy itt nagyjából mindenki, aki átutazik Komáromon így vagy úgy, de ezt a részt érinteni fogja. És így, ha ránéznek a Dunaáruházra, egyből tudják, hogy Komáromban járnak, és hogy milyen épületekről ismerhető meg Komárom, a templomok, az erődök, a Dunahíd. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megoldás lett, és ezzel a belváros egy olyan arculatot kapott, ami talán, hát ebben talán volt egy kis hiányosság az elmúlt években, hogy egy ilyen egységes komáromi arculat eddig nem annyira, vagy nem olyan formában volt, és amit láthatunk most a Dunáruház oldalán, ez fogja képezni Komárom egységes arculatát is, arculati elemként, és azt gondolom, hogy ez azért hasznos és jó, mert így tényleg mindenki, aki kinyit egy prospektust, újságot, hirdetést lát, egyből eszébe fog jutni, hogy ez Komárom és a komáromi belváros. Hát azon túl, hogy megújult a homlokzat, és egyedivé vált ugye a Dunaráz homlokzata, hát egy új dizájn, egy letfal is színesíti, nem csak színesíti, hanem közérdekű és információkat ad majd át a jövőben, egészen pontosan január 14-től mától. Így van, a komáromiak már hetek óta láthatják egy ilyen nagy letfal kihelyezését a Dunaáruház oldalán. Ugye ennek a beüzemelése most indult el. Ez szerintem szintén egy olyan mérföldkő, egy fontos dolog, amit számos komáromi jelzett már az elmúlt időszakban a képviselőknek és a városvezetésnek, hogy nincsen egy olyan egységes információs tábla, ahol a városi rendezvények, a közérdekű információk a Facebook és a televízió felületein túlmenően elérhetővé és láthatóvá válnának. Úgyhogy ennek az egyik része ez a letfal, ahol döntő többségében közérdekű információk fognak megjelenni a várossal, rendezvényeinkkel, hogyha itt a koronavírust majd le tudjuk győzni, és vissza tud térni az életünk a megszokott kerékvágásba. Szóval, hogy közérdekű információk fognak megjelenni, és hát ugye, mivel ez egy a városnak a legközpontibb tere és területe, így azért a legtöbb komáromi naponta vagy két naponta azért itt jár, látja, és akkor így hát, ha még jobban el tud jutni az információ a kedves komáromiaknak. Hogy fog működni a letfal, a felület maga, tehát mikortól, meddig láthatjuk a hirdetéseket, a közérdekű információkat és az önáltal felsoroltakat? Igen, erre a Város Marketing Kft. Legjobb tudomásom szerint kifejezetten odafigyelt, és úgy állították be a letfal üzemeltetési idejét, hogy ez reggel 6 és este 10 óra között fog üzemelni, tehát az esti órákban ez nem fog zavarni, azt gondolom, senkit. Ugye említette, hogy a koronavírussal, tehát gondolom a védőoltással kapcsolatos információk is megtalálhatóak lesznek majd a közeljövőben, mától ezen a letfalon. Így van, most azt hiszem, hogy mindannyiunk életében a legfontosabb és sajnos központi elem a koronavírus, és az az elleni védekezés. Ahogy polgármester úr is többször nyilatkozta az elmúlt hetekben, hogy ő személyesen is és családja is már regisztrált a vakcinainfo.gov.hu oldalon, ugye a védőoltásra, Dr. Kreft Horváth Lóránd, a polgármester úr pedig már meg is kapta, mint egészségügyi dolgozó a védőoltást. Én jó magam és a családom is már regisztrált a védőoltásra, és ezen hirdetési felület fog most elsősorban ezen a letfalon megjelenni, ahol kérjük a kedves komáromiakat, hogy mindenki, aki teheti, regisztráljon fel a védőoltásra, hiszen végső soron csak ezzel tudjuk megállítani a vírust, és csak így tudunk visszatérni a normális vírus előtti megszokott életünkhöz. De itt szeretném megköszönni a komáromiaknak azt a feszített, kemény védekezését, amit tanúsítottak az elmúlt hónapokban. Az, ahogy polgármester is mondta, azért ez az eset számokban talán azt hiszem, hogy lemérhető, hogy itt Komáromban a közös védekezésünknek köszönhetően, tehát hogy mindenki tényleg betartja a maszkviselési szabályokat, a távolságtartást, a kézfertőtlenítést, odafigyelünk egymásra, ezt a közös, megfeszített közös védekezésünket már azzal tudjuk még jobbá, vagy még eredményesebbé tenni, hogyha a legtöbben beoltatjuk magunkat a koronavírus ellen. Úgyhogy erre fog buzdítani az a megjelenő hirdetési fal, ahol majd ugye elérhetővé válik a honlap, ahol be lehet regisztrálni. Úgyhogy köszönet illeti a komáromiakat az eddigi védekezésükért, és arra kérem őket, hogy továbbra is védekezzünk, tartsuk a távolságot, hordjuk a maszkot, fertőtlenítsünk, mossunk gyakran kezet, és regisztráljunk az oltásra, hiszen ez lehet a végső megoldás. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Nézzük meg pedig a figyelmet, viszontlátásra!